Napsütéses tavasz, borongós ősz. Röviden így lehetne jellemezni a Nyíregyháza Spartacus 2016-os évét. A tavaly az NB3-ba száműzött piros-kékek az esztendő első felében hozták a kötelezőt, bajnoki címet szerezve jutottak fel a másodosztályba. Nyáron több alapembernek számító légiós távozott a csapattól, helyükre magyar futballisták érkeztek. Az őszi szezon első felében még jöttek az eredmények, a 10. fordulóban a tabella élén állt a Spari. Aztán viszont egyre több játékos dőlt kisérülés miatt, és a sikerek is elmaradtak, így a 14. fordulót követően edzőt cserélt a klub vezetése. Végül 8 győzelemmel, 5 döntetlennel és 7 vereséggel a 10. helyen tölti a téli szünetet a nyíregyházi együttes. Volt ettől jobb évünk, sokkal jobb, meg remélem, hogy lesz is. Igazából elég vegyes évet zártunk. Az első fél évben még hoztuk a kötelezőt, mert az NB3-as bajnokságot megnyertük. Feljutottunk a NB2-be vállalásunk szerint, és akkor jöttek a problémák. Fiatal szabály, külföldi szabály, aztán majd később edzőváltás, ügyvezetőváltás. Egy rendkívüli sérülési hullám sújtotta a csapatot, úgyhogy elég zaklatott évet zártunk. Ennek ellenére nem magyarázható a helyezésünk. Én úgy gondolom, hogy nagyon értékes pontokat veszítettünk el hazai pályán. Azok a könnyen elszórt pontok, ha megvannak, most ott lehetnénk a dobogón. Weber György irányításával 6 meccsen 8 pontot szerzett a csapat. A szakember ezzel a szerepléssel nem elégedett, viszont talált a jövőre nézve biztató jeleket a közös munka során. Azzal nagyon elégedett vagyok, ahogy a csapattal összecsiszolódtunk, ahogy pillanatok alatt felvették azt a munkatempót. Tehát az edzéseken már nagyon-nagyon jól működnek dolgok, ez biztos, hogy vissza fog tavasszal köszönni, mint ahogy azért néhány mérkőzés ciklusaiban már láttam ezeket a jeleket, de ez az idő szerintem ennyire volt elég, hogy ezeket a úgymond összeszokó dolgokat megvalósítsuk. Kicsit szerintem javult a csapat erőnléte is, gyorsasága, és hát más futballt játszott, mint ahogy azt gondolom előtte volt. Más stílust próbálunk meghonosítani, hát ehhez aztán végképp idő kell, úgyhogy téli felkészülés rejti ebbe majd a nagy lehetőségeket. A felkészülést január 4-én kezdi el a Nyíregyháza Spartacus. A klub vezetése nem gördít akadályt Pöröskei Péter, Heffler Norbert, Barna Szabolcs és Ács Ádám távozása elé. A csapat kétszer is elutazik Törökországba, hogy a lehető legjobb körülmények között készüljön fel a bajnokság tavaszi folytatására. A cél ugyanis továbbra is az NB1-be jutás jelentő első két hely valamelyikének megszerzése.